5 sebességmérő dobot szereltek fel az M0-áson a gyorshajtók kiszűrésére. Az első mérési adatok sokkolóak voltak. A tesztüzem alatt közel 12 ezer gyorshajtót fogtak 15 óra leforgása alatt a sebességmérők. Volt olyan autós, akit egy nap alatt többször is bemértek, és bár a büntetés egyelőre elmaradt, rövidesen már élesben mérnek a rendőrök. Van egy közigazgatási határ, közigazgatási bírság, ez a 20%-os sebesség túllépésnél már ugye automatikusan megy ki a gépjárműüzemben tartójának a csekk, viszont a tehergépkocsik azok csak 70 km/h mehetnek, tehát azokra más fog vonatkozni. Aki azt hinné, hogy a próbaüzem alatt a Trafipax nem működött megfelelően, annak íme a bizonyíték. A hírsarok autója a megengedett 80 km/h sebességgel halad az M0-áson. Nem kellett sokat várni az első előzésre, ami már a sebességhatár átlépését jelentette. Minél több időt van már kint, annál visszatartóbb az ereje, és ugye azért elterjed ez elég gyorsan, hogy melyik területen vannak sebességmérések, tehát azokon a korábbi tapasztalatainkból adódóan ugye megmutatkozott, hogy ezeken a területeken nagyon nagy mértékben visszaesett a sebesség túllépésből a eredő szabálysértések, és ezáltal a balesetek száma is. Az autósok többsége a visszatartó ereje miatt örül a sebességmérésnek. Abszolút biztos vagyok benne, hogy kevesebb lesz a baleset. Hát nem véletlenül helyeznek ki egy sebességkorlátozó táblát, hiszen valószínűleg akkor az adott útviszonyoknak megfelelően kell vezetni az embernek. Tehát nem mindegy, hogy 80-nal hajtok rá arra az útszakaszra, vagy 150-nel. Aki pedig 150-nel megy, az igenis meg kell büntetni, mert engem is veszélyeztet. A dobozok közül kettőben van sebességmérő, tehát 3 mindig vak, de a dobozokban cserélgetik a mérőberendezéseket. Ami viszont újdonság, hogy ezek már nem csak szemből mérnek, hanem hátulról is, mert sok motoros, mivel elő nem volt rendszámtáblája, kibújt a felelősség alól.